elől megyen bíró urunk hosszú bajuszával, mellette pedig választott párjával. Kövessék őket negyedikes beöltözött fiúk és lányok. Kövessék őket a legkisebb diákok, az első A-s és első B-s osztályok. Zenekarunk e sort zárja, szóljon hegedű bőgő brácsa, hogy mindenkinek csak úgy bizseregjen a lába. A Vosinszky Mor Általános Iskola alsó tagozatának apraja nagyja összegyűlt az intézmény sportpályáján, hogy együtt ünnepeljenek, szüreti mulatságot tartottak az intézményben. Két évente próbáljuk ezt megszervezni, csak most a Covid helyzet egy kicsikét közbeszólt. Egyik évben lampionos felvonulást szoktunk, mártonnapi felvonulást, másik évben pedig ezt a szüreti mulatságot próbáljuk megszervezni. A bíró bírónét kikérjük, őket mindig a negyedikes osztályokból szoktuk választani. Ők rövid kis prózai műsort adnak, majd utána pedig egy táncos műsorral kedveskedünk nekik, utána pedig az egész iskola apraja, nagyja táncba táncolnak egy nagyot, és az ő köszöntésükre örömtáncot járunk. Az iskolában fontos szerepet tölt be a hagyományőrzés. Mi is példát mutatunk, tanítónénit beöltözünk, hívjuk őket is, hogy öltözzenek be minél többen. A negyedikes tanulók, akik szerepelnek, műsort adnak, ők többségének tudunk ruhát biztosítani, de nagyon sok szülő is így gondolja, hogy nagyon fontos ez a kultúrának a megőrzése, és béreltek ruhát az én osztályomba is. Mi most első osztályosokkal vagyunk, de ők is nagyon élvezték, többen beöltöztek. Verseket úgy, hogy a szüleim nem tudták, úgy kellett. Táncoltunk. Meg volt lovaskocsi. A gyerekek és a tanítók is hosszú heteket készültek a programra. Rögtön szeptember 1-től kezdődik itt már a készülődés. Forgatókönyvet készítettünk, kiosztottuk a feladatokat. Nagyon kedves kollégáim vannak, mert ők is kivették a részüket a munkából. A gyermekek dekorációkat hoztak, szülők is kisebb-nagyobb tökökkel, diókkal, kukoricával, mindenféle terméssel, őszi terméssel hozzájárultak a műsornak a színvonalának emeléséhez. Rögtön az elején már néptáncos mozdulatokat tanulunk, úgyhogy nagyon szeretünk mulatni. Minden énekóra most erről szólt, hogy a szüreti dalokat énekeltük, gyakoroltuk.